Az idei Várszínházi őszi évad utolsó előadásával ismét a gyermekekre gondoltak a Várszínház munkatársai. Az évad Bogányi Gergely és a Nagy János Trió koncertjével indult melyre a fiatalságot várták. Azt követően a Kucok című interaktív előadással óvodásoknak kedveztek, most pedig az általános iskolás diákoknak szeretnének kedveskedni. Mókás Mikulás címmel egy táncelőadást láthatnak jövő héten, Kulcsár Noémi és a Tellabor táncszínház előadásában. Középiskolásoknak Garázsbanda című előadásunk, és most pedig az általános iskolás tagozatosoknak, ugye az utóbbi években nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a fiatalokat becsalogassuk a színházba, a színházba járásra, szoktassuk, egyáltalán, megismertessük azzal, hogy milyen a színház, a színpadi játék, a színházba való készülődés, ott van részvétel az előadáson. Tehát ezt meg kell tanulni a fiataloknak, a gyerekeknek, és hát ehhez mi igyekszünk hozzájárulni a magunk eszközeivel. Elek Tibor igazgató értékelésében elmondta, hogy az elmúlt időszak is legalább olyan sikeres volt, mint a nyári évad. A járványügyi helyzet észlelhető volt a nézők számának csökkenésén, így a decemberre meghirdetett előadásokat tavasszal fogják majd bemutatni. Szerintem hasonlóan a nyári évadhoz, az eddigi őszi kamaratelmi szezonunk is nagyon sok színű volt, sok oldalú, sok műfajú a legkülönbözőbb érdeklődésű ízlésű embereknek, nézőknek kínáltunk minőségi művészeti élményeket, mint ahogy nyáron is és jó volt a fogadtatás is, bár érzékelhető volt a közönségnek a, a növekő távolság tartása, hogy így fogalmazzak, hogy a járványhelyzet miatt egyre kevesebben jöttek az előadásokra. Elek Tibor igazgató elmondta, terveik között szerepel, hogy január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából színre vigyék a már nyáron bemutatott Szilágyi Enikő Mi volnék nélküled Jászai Mari emlékezete című monodrámát.